A nagy népszerűségnek örvendő hazajáró tévéműsor tagjai egy máramarosi túráról érkeztek a nagybányai közönséggel való találkozásra az Eke Gutin osztálya szervezésében 2018. november 4-én a nagybányai Teleki Magyar Házban, ahol teltház fogadta Kenyeres Oszkárt és Jakab Sándort, valamint Kincel Ferencet, aki a környékünkön járó csapatot kíséri. A közönség soraiban volt Jóna Bálint is Máramaros-szigetről, aki a történelmi Máramarosban készített forgatások során kíséri el a csapatot. A hazajárók 7. évadja alatt több mint 230-szor keltek útra a Kárpát-medencében. A mi vidékünkön 9-szer voltak Nagybányán először 2012-ben. A természet csodálatos szépsége mellett betekintést nyújtanak a külhoni magyarok kultúrtörténetéből a magyarságért való küzdelemről. A közönség találkozón kivetítő segítségével bemutatásra került, hogyan készülnek az egyes epizódok, összeállítottak egy baki parádét, és végezetül bemutattak egy összefoglaló epizódot Számvetés címmel, amely a megmaradás üzenetét továbbítja. Itt gondolom a hazajárókat nem is kell bemutatni, ezúttal Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor látogatott el hozzánk, és elöljáróba Kincel Feri, ő szokott a hazai úgymond tájakon Máramarosban velük járni, két szót ő is fog szólni, és majd a végén Erdélyi Gyopár és egyéb lakók naptárakat lehet az előcsarnokba vásárolni, és ugye van az Erdélyi Gyopárban egy hazajáró rovat, és Osziék és Sanyiék majd dedikálják is, aki szeretné. Legyünk rövidek és gyorsak. Én is nagy szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, örülöknek, hogy összegyűltünk ennyien, és a kicsi kis közösségünk így meg tudja letni a hazajárókat, akik mint vendégek, olyan szempontból, hogy a széles közönségnek is tudnak beszélni és kérdésekre válaszolni. Itt körünkben köszönhetem őket. Elég hosszú Erdély útról érkeztek ide. Ők nagyon régen, ez a 7. évadja, amióta elindultak ezen az úton, otthonról, megemlítem, hogy több mint 230-szor, hogyha jól emlékszem rá, elindultak, és mégis mindig hazaértek. Mert az anyaországból ugye eljöttek a széles hazánkba, a Kárpát-medencébe, ahol szemnézhet tájakat, és olyan helyeket keresnek fel leginkább, ahol a magyarság már igencsak elfogyóba van, és nagyon sokat jelent neki már az ottani magyarságnak, hogy ilyen távoli helyekről felkeresik őket, és ugye utána a tévé képernyőjén viszont láthatja nem csak a Kárpát-medence, az egész világ, Ausztráliától egészen Los Angelesig. A mi vidékünkön is ők már, én összeszámoltam, de valahogy sose jött ki az, hogy pontosan hányszor voltak, de én 9-szer számoltam. Ez mondjuk, ez a lehet mondani is a bányavidéknek a medencéje, amit körbejártunk, és akkor átmentünk a Gutinon, a történelmi Máramarosba, a Kővárvidék, nem a Kővárvidék, hanem a Kőhát, igen, a Kőhát, akkor 2-szer jártak a Radnai havasokban, a Visói havasokban, és ez a legújabb élmény pedig, az tegnap vetítették először a televízióban. Én kívánom nektek, hogy ezután is úgy vigyétek a magyarság hírét a világba, ahogy eddig tettétek, és hogy maradjon meg sokáig ez az emlék a magyar nép körében. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Nagyon sok szeretettel üdvözlünk mi is mindenkit. Hát nagy öröm mindig bányavidékre jönni. Hál' Istennek sokat járunk itt átutazóba, és ha Észak-Erdélybe megyünk, akkor gyakran használjuk ezt az útvonalat, amíg kell fedni. Mindenesetre a felén egy egész teljes körülben lejött, hogy hol jártunk itt a környéken eddig, és valóban, nem is tudom, talán ha tágítanám a kört, akkor megmondanám, hogy ez a Tövisáton, a Szilárdságban, ami közel van, vagy éppen a Nagykárolyi Homokháton, Nagykárolyi környékén. Igen, Máramarosban is több részt csináltunk. Most a Bálint barátunkkal, a Pop Ivánon voltunk, a Máramarosin. Szóval tényleg, hál' Istennek,
már nagyon sokat voltunk a környéken. Nagy öröm, hogy Bálintot is üdvözlőhetjük a sorok között, illetve sok szereplő is van, Ráció Krisztiánt is láttam itt, valahol itt volt, Feri is ugye sokszor szerepelt, Teleki házban is voltunk már forgatni. 2012-ben jártunk itt amúgy először, novemberben, akkor készültek ezek az epizódok, de van egy térképünk is, amely arról mesél, hogy hol szoktunk forgatni. Ja, nincs rajta az összes ikon, 228 film került eddig adásba, de nincs, nem fér rá az összes. Ez csak érzékeltetni szeretném, hogy ugye mi nem az Anyaországban forgatunk, ott van elég turisztikai, honismereti magazin. Mi határon túli elszakított területeket járjuk, és mindenütt három dolgot keresünk. Egyrészt a Kárpátok, illetve nem csak a Kárpátok, hanem az Alföldek, síkvidékek természeti szépségeit is, illetve hát a magyar kultúrtörténeti örökséget is, ha már ott járunk a hegyekben. Hát de talán a legfontosabb az a harmadik alapillér a műsornak, egy kicsit a 21. század elején betekintünk a határon túli magyar közösségek mindennapjába, hogyan is áll a magyar megmaradásért vívott küzdelem. És hát vannak ikonok azért még Dalmáciában is, még ha csak kevés ideig tartozott hozzánk, de például a 4. Béla nyomában jártunk, aki a tatárok elől oda menekült, vagy éppen Mordai Csángóknál is forgattunk már, de most extra részként lesznek amerikai filmek is, de erről majd egy kicsit később. Amúgy én közülünk a Kenyeres Oszkár vagyok, és itt vannak névrokonaim is, szerencsére meg is ismerkedtünk. Én Vácról érkeztem, amúgy a Dunakanyarból, Csonka hazából, de hát a kollégám az határon túli magyar szintén, tehát hogy csak én vagyok itt magyarországi magyar, vagy jobban belegondolok, de át is adom neki a szót, aki Sanyi majd arról fog mesélni, honnan indultam is, hogy kik az alkotók, hogyan készülnek az egyes epizódok, majd én folytatom a túrázás nehézségeiről, beszélünk egy kicsit, és lesznek vidámabb pillanatok, lesz egy baki parádénk is, a legvégén levetítünk egy friss részt, egy összefoglaló epizódot. Valóban az avas részt még nem tudtuk elhozni, de majd erről is mesélünk kicsit később. Felvidéki magyar, tehát Palóczföldről érkeztem, és én 2012 óta vagyok a csapat tagja, 2012 óta próbáljuk bebarangolni együtt a Kárpátok, Kárpát-medence fantasztikus tájait. És igen, kezdeném azzal a mondandómat, hogy honnan is indultunk, hol kezdtünk el túrázni. Ugyebár a Börzsöny nevű hegység Magyarország északi részén nagyon közel volt mindannyiunknak. Itt ismerkedtünk meg a túrázás szépségeivel. Itt alakult meg 1999-ben a Börzsöny akciócsoport, amelyet Oszkár és Moly Zoltán rendezőnk többet magukkal hoztak létre. Túrák szervezése, információs táblák állítása, vagy épp turista ösvények karbantartása volt a fő profil. Mi is felvidéki fiatalok, Ipolyság környéki fiatalok rendszeresen jártunk át 16-17 évvel ezelőtt ezekre a túrákra. Innen jön az ismerettség, most már együtt bonyolítjuk le ezeket a megmozdulásokat, és hála Istennek elég sok embert így módon meg tudunk évente többször is mozgatni. És annak idején, mikor szétnéztünk a Csúványosról, ez a legmagasabb pontja a hegységnek, 938 méter magas. Erdélyi viszonylatban ez alacsonynak számít, de Magyarországon ez már egy magasabb kategória. Tehát erről a csúcsról, mikor szétnéztünk, akkor feltűntek a felvidéki hegyek is, a Selmeci, Körmeci hegység, vagy épp a Magas-Tátra. Szépen lassan ezeket a hegyeket is próbáltuk bebarangolni, de mondhatom azt, hogy messzebbre is eljuttunk, Kárpát-medencén, Kárpátokon túlra. Európa több országában, több fontosabb hegységébe is sikerült eljutnunk, Pireneusok, Dolomitok, Alpok, Kaukázus hegység. Sőt, 2001-ben Oszi és Moly Zoli rendezőnk a Mont Blanc-ra is eljuttak, ami az Alpok és Európa legmagasabb pontja. Mondhatni, ez már egy komolyabb sportteljesítmény volt, ez a kép is a csúcsról lemenet készült annak idején, de azt is elmondhatom, hogy csapatunkból, baráti körünkből még messzebbre Európán túlra 7 vagy akár 8000 méter fölé is többen eljuttak, például az Aconcagua, majd 7000 méteres csúcsára az Andok és Dél-Amerika legmagasabb pontja, vagy nem túl messziről, Nagyváradról, Varga Csaba, magashegyi hegymászó barátunk, már jó néhány Himalája expedíción van túl. Tudni kell, hogy a világon 14-8000 méter feletti hegycsúcs van, ebből ő már 3-at kipipált, és reméljük, hogy a jövőben lesz még ereje és lehetősége a további 11-et is meghódítani. Egyébként a hazajáró és a cégünk, a Dextra Media hadható segítségével, hát reméljük, hogy jövőre sem maradunk Varga Csaba féle Himalája expedíció nélkül. Tehát ezeken a helyeken, hegycsúcsokon túl mégiscsak éreztük, hogy a Kárpátok, a Kárpát-medence, ami hazai
territóriumunk, ezt szerettük volna bejárni és valamilyen módon bemutatni a nagy közönségnek. Ekkor jött a műsornak az ötlete, kéne egy olyan típusú turisztikai honismereti műsort készíteni, mint a Hazajáró. Tehát jó néhány évnek kellett eltelnie, mire végül is képernyőre is kerülhetett a műsor. Közben 2002-ben jött létre az előbb is említett Dextra Media. Mindig elmondjuk, hogy mi külsős cégként dolgozunk, és külsős cégként dolgozunk be a közmédiába. A Dextra Mediáról annyit dióhéjban Mojs Zoltán és az operatőrünk Södő Dávid alapították 2002-ben. Elég sokrétű a tevékenység, de nagyon sokszor határon túli magyar tematikájú témákkal foglalkoznak. Ez alatt a 16 év alatt, amióta létezik a cég, rengeteg nívós film, magazin, műsor, sorozat kapcsolódik a cég nevéhez. Néhányat kiemelnék a sok közül. Csillagos Vén című film volt az első komolyabb alkotása a Dextrának. Ez a Dévai Szent Ferenc Alapítvány életét, munkásságát mutatja be, vagy például a Hősök Aranygárdaja című film, ugye legújabban a Kárpátok bércei, amely egy 52 perces természet dokumentumfilm, és a Kárpátokat teljes egészében próbálja bemutatni. Valamint ezeken a filmeken kívül sokak számára lett ismerős a Hagyaték, vagy épp a Kárpát Express című hetente jelentkező magazinműsorok, szintén a Dextra Media szellemi műhelyéből kerülnek ki. És 2011 nyarán jött el végül is a lehetőség, hogy képernyőre is kerülhessen a Hazajáró, és azon év októberében pedig el is indult úgymond a Hazajáró végtelen útja. Cirka 7 éve létezik a műsor. Néhány szót arról, hogy kik és mennyien is vagyunk stábtagok. A stábunk az utcatlan fogalmazni 5 plusz 1 fős, tehát 5-en vagyunk úgymond a kemény mag, és van egy sofőrünk, technikusunk, és azért plusz 1 fő, mert többen is betöltötték már ezt a szerepkört. És ezen a képen többen vagyunk, mint 6-an, az azért is van, mert ahová elmegyünk forgatni, mindig próbálunk helyi túravezetőket bekapcsolni, akik tudják azt, hogy kivel érdemes interjút készíteni, vagy épp melyek azok a rejtett kincsek, amelyeket mi nem ismerünk, és ezeket is érdemes lefilmezni, bejárni. És mivel filmet készítünk, egyértelműen az egyik legfontosabb emberünk, az operatőrünk, az előbb is említett Södő Dávid. Mindig elmondjuk, hogy nem klasszikus értelemben vett operatőri szerepről van szó, ugyanis a kamerát és a hozzátartozó eszközöket nagyjából 10-12 kilós csomagról van szó, ezt fel kell mindenhova cipelni, magas hegyekbe is, 2000 méter fölé, sokszor hegygerincekre, hegycsúcsokra, ezeken a képeken lehet őt látni munka közben. És tényleg ugyanezt meg kell tennie, sokszor 30-40 centis hóban, nem egyszerű a dolga. Ezért is büszkék vagyunk rá, és persze a nagyon komoly felvételekért, amelyeket szokott készíteni. Ott is 3-4 évvel ezelőtt kezdtük el használni, és nagyon jó légi felvételeket lehet készíteni ezzel az eszközzel. Madártáblatból is kicsit megmutatni a tájat, tehát ez egy elég komoly minőségjavulást eredményezett a műsor történetében. Vagy itt a rendezőm kezében van ez az akciókamera, amelyel pedig az az előnye, hogy mozgás közben lehet kiváló minőségű képeket készíteni, felvételeket készíteni. Tehát mindig próbálunk beszerezni a kornak megfelelő technikai eszközöket, ami segíti a munkánkat, és a néző szemszögéből is élvezhetőbbé, minőségibbé teszi a filmet. Igen, az ő lenne Mojs Zoltán, akit előbb is többször említettem. Ő az egyik motorja a műsornak, rendezője, narráció szövegét ő írja, stúdió munkából elég komolyan kiveszi a részét, és ő a statív cipelő emberünk, tehát a kamera állványt ő szokta a vállán mindenhova felcipelni a kamera után, magas hegyekbe is, nem egyszerű sokszor a rendezőnk élete. Rajtuk kívül van egy hangtechnikusunk, ő Tóth Józsefnek hívják, és persze ez sem egy stúdió munka, sokszor nagyon mostó a körülmények között kell felvenni egy-egy párbeszédet, egy-egy beszélgetést, egy hegycsúcson mínusz 10 fokban akár, vagy 70 km per óra a szélben, és ezek a képek is az ő munkás során készült, ez szokott különböző zajokat, zörejeket, hangokat felvenni a juhok vonulásának hangjától kezdve egészen a vízesés csobogásig, és később ezeket a hangokat tudja aztán az utómunka során a stúdióban hasznosítani, beépíteni a filmbe. Hát igen, az a plusz egy ember, ő lenne, vagyis most épp nem ő tölti be ezt a szerepkört, de azért is mutatjuk őt, Kis Attilának hívják egyébként az úriembert, mert ő volt a legtovább a sofőrünk a Hazajáró történetében, valamint van egy érdekes történet vele kapcsolatban, ami pedig az lenne, hogy rengeteg epizódban szerepelt, mint statiszta, vagyis ilyen bújtatott mellékszereplő, ami azt jelenti, néhány példát felhoznék, hogy
néhány évvel ezelőtt alacsonyan jártunk délvidéken, tettünk egy ilyen traktoros túrát, és a filmben a traktor sofőri a mi sofőrünk volt, vagy voltak hasonló szerepei felvidéken is, például a Nedeci Várkastélyban, itt a kép jobb oldalán lehet őt látni, mint ilyen helyi gerebízgető kertészként tűnik fel, vagy épp Horvátországban, mikor a Kröka Nemzeti Parkban jártunk, és mielőtt felszálltunk volna erre a sétahajóra, tőlünk jobbra lehet őt látni, mint ilyen helyi halászként épp a hálójával bíbelődik. Volt ő már a Körmöci pénzverdében pénzverő munkás, vagy csak egyszerű fagyizgató járókelő, úgyhogy nagyon nagy tehetség van ezekhez a típusú szerepekhez, ezért mi is szerettük őt szerepeltetni. De hát már most másfél éve nem ő tölti be ezt a sofőri szerepkört, és ugye a szerepekből is kimarad. Dióhéjban ennyit a forgatóstábról, ugyebár van még egy háttércsapat, akik a stúdióban összerakják a kész epizódokat, arról egy picit később, most Oszi mesélne arról, hogy ő mint szerkesztő hogyan készít elő egy-egy forgatást, vagy épp milyen nehézségekkel kell megküzdenünk egy-egy utunk során. Azt elfelejtettem az elején mondani, hogy nagyon köszönjük Lacinak a meghívást, mert régóta beszéltünk arról, hogy majd érkezünk, és hál' Istennek most jól jött ki a dolog, ugyanis az Erdély Kárpát Egyesület szervezésében vagyunk Erdélyben ezen a héten, ugyanis rendhagyó földrajzórákat tartottunk egész héten, Kolozsváron kezdtünk, Marosvásárhelyen folytattuk, majd Gyergyót érintettük, lementünk Barótra, tehát az erdővidékre, majd le a Barcaságba, ott lassúban négy faluban voltunk, Kovásznán is voltunk ilyen céllal, és közben esténként felnőtteknek is meséltünk a hazáról, persze nem felnőtt tartalom, csak ilyen kibővített közönség találkozott. Hát óriási élményeken vagyunk túl, mindenütt nagyon nagy szeretettel fogadtak bennünket, de hát ez már a negyedik ilyen Erdély útunk, úgyhogy nem mondom, hogy megszoktuk, de mindig nagyon jól esik ez. Most folytatnánk azzal, hogy de és az Betlen Gábor alapszervezésében valósult ez, meg ez Ági mindig mondta, hogy mondja van. Szóval folytatnám azzal, hogy honnan indul a műsor. Tehát én vagyok a szerkesztő és a hazajárónak. Az én feladatom előzetesen feltérképezni az adott táját, ahol indulunk forgatni. Persze énkor felhívom a helyi barátainkat, hogy mi van, ami véletlenül nincs rajta az interneten, azt mindig tudják. Ugye az internet korábban már nagyon könnyű feltérképezni egy-egy tájegységet és megtalálni a legfőbb látnivalókat itt, mint például a Kalota Havas Google Earth-ös változatát látják, amely Kalotaszeg és Bihar határán emelkedik. Ezek az ikonok jelzik a különböző látnivalókat, kilátópontokat, rétegeket, csúcsokat, ezeket mindig összekötjük egy túrára, hogy ezt az egyedi sajátosságot, ami csak is arra a tájra jellemző, megkülönbözteti mondjuk a szomszéd tájegységtől, vagy talán egy vezérmotívumot, amit végigviszünk a filmen, itt is a környéken azért az ércesedésre próbáltuk kihelyezni a rozsály részt, vagy éppen hát Petőfit nem vonhattuk ki a filmből, a Koltón, amikor jártunk, köré kerekítettük az adott epizódot, de hát ezt sokáig lehet folytatni. Itt éppen Eszéken állunk a fotón, Horvátországban. Itt nem feltétlenül a természeti szépségekről szólt a film, inkább arról, hogy a délszláv háború romjain hogyan kezdett új életet a magyarság 1995 után. Vukovár vagy Kórógy nyelven mindenki az idősebbek számára ismerős lehet. Itt már a Naskalat hegységben állunk a következő képen, amely a Csíki Havasok regészeti tömbje. Ide bármelyik évszakban elmehetünk volna forgatni, ez nagyon szép hegység, de kiválasztottuk nyarat, és ott is augusztus, mikor van a 32-es határvadász emléktúra. Annak emléke, hogy 1944-ben a 32-esek, akik védték a gyimeseket, egy harapófogóba kerültek, és a gyimesi ágon keresztül már nem tudtak visszajönni Csíkba. Az oroszok körbevették őket, de a Naskalat gerincén át ki tudtak törni, és ez a kitörés sikeres volt. És hát ennek becsatlakoztunk ebbe az emléktúrába, és végig forgattuk a filmet, kikacsongattunk azért a természeti szépségek fele is. A film végén megszólaltattuk Orbán Feri bácsit, aki ma már 96 esztendős, a következő képen látható, és hát ő mesélt ezekről a harcokról, túlélője volt ezeknek a harcoknak. Ezt csak azért említjük, mert nála hitelesebb forrás nehezen találtunk volna a filmben, aki mesélt volna
erről az 1944-es eseményről. Magyarul az is nagyon fontos, hogy mindent megtaláljuk a legautentikusabb forrásokat, akik a legjobban át tudják adni egy helyi lelkiségét, szellemiségét. Úgy például a Sanyi szülőföldjén ott egy irodalmi barangolást tettünk Mikszát és Madás nyomában, kicsit északabbra szintén a Poiano vulkánban a vulkáni formákat kutattuk. Szóval nagyon sokféle hazaerre epizód létezik. Ahol lehet, azért becsempészünk néphagyományokat is a filmbe, ez a Gyergy Juditrói farsangtemetés, de voltunk már húsvéti határszentélyesen, Háromszéken, vagy épp virágvasárnapig ünnepeltük Gyulafehérváron. Nagyon sok nemzet és egyház ünnepet próbálunk bevonni az adott epizódba. És hát az sem mindegy, hogy amikor a helyszínen vagyunk a Sanyival, ne csak faluról falura sétáljunk, hanem az is fontos, hogy mi is részesei legyünk a tájnak, az életnek, bekapcsolódjunk valahogy az életben, és itt éppen a mezőségben arra készülünk, hogy beállunk táncolni, pedig botlábúak vagyunk, tehát olyan dolgokra is hajlandók vagyunk a film kedvéért, amihez abszolút nem konyítunk. Volt, hogy énekeltünk, pedig kapan hangunk van, de olyan is volt, hogy a film kedvéért, de tényleg csak is a film kedvéért a helyiekkel elfogyasztották a kupica pálinkát. Nyilla a mennysanyi ott. Nem látja, hogy elhagyjuk az aszfaltcsíkot, és ilyen helyekre is bemegyünk a buszával. Így szoktunk nézni, amikor bepakolunk. És hát a nagy számok törvény alapján azért 7 év alatt történt egymás velünk. Elakadtunk a hóba, vagy defektet kaptunk, ez teljesen normális. Olyan is volt, hogy elfolyt a motorolaj, és a következő szállásig tolni kellett a buszt, amit aztán te is kellett cserélni, mert tönkrement a motor. Aztán olyan is volt, hogy kiszakadt menet közben a jobb első kerék. A sofőr azt mondta, rövidek voltak a csavarok, amik tartották. Mi mondtuk neki, hogy 120-szal nehéz bevenni egy kanyart, szerintünk az lehetett a probléma. Ezt még úgy kimagyarázta, de ezt már nem tudta, itt Horvátországban egy kisebb szakadékba zuhantunk be. Így nézett ki a kocsi jobb oldala, Trogir mellett a tengerparton. És hát így néztek ki azok, akik a kocsi jobb oldalában ültek. Kéztörések, lábtörések, bordatörés volt itt minden, de háttérben az Adriai tenger hullámzik, a mediterrán éghajlat sokat segített a gyógyulásban, úgyhogy hamar elhagyhatták a splitti kórházat a srácok, sőt a budapesti rehabilitáció idején már vígan ásványvizeznek odahaza az Óbudai stúdión erkélyén. Amikor forgatunk, az esetek nagy részében gyalogszerrel tesszük meg az útjainkat. Körülbelül 2800 km gyalogoltunk a 7 év során, ez mellé párosul 140 000 méter szintemelkedés. Van arról is lista, hogy a Kárpátok 2000 méter feletti csúcsainak már nagy részét, 80%-át meghódítottuk. De hogyha nem gyalogdunk, akkor tényleg a turizmus mindenféle válfajával próbálkoztunk, hogy színesebbé tegyük a filmet. Nagyon sok tájegységen kerékpároztunk, vagy éppen sok folyón kenusztunk. Már a Cserna folyón a déli Kárpátokban raftingolunk, majd nagyon sok egységben télen túrasíztunk, több-kevesebb sikerrel, majd az említett Baki parádékban ezek közül a képek közül jó néhány vissza fog köszönni, nem minden úgy sikerült, hogy elterveztük. Itt motoros szánozunk, erre nem vagyunk annyira büszkék, hisz nagyon zajos és terheli a környezetet, de a görgény javasokban nagy élmény volt azért menni vele, és szintén nagy élmény volt kutya szánozni, ráadásul ez a gyilkostól befagyott jegény készült ez a fotó, ez egy dupla élmény volt számunkra. És mondani se kell, azért itt Erdélyben, és főleg Székelyföldön a ló, a szekér, vagy a lovasszán nagyon könnyen hozzáférhető dolog, és hát sokszor vetjük be a filmben. Itt már hajtányozunk Kárpátalján egy skanzenben, Alsó Kalocsán, ugyanitt lehetett bérelni egy ilyen páncélozott csapatszállító járművet, ezzel is mentünk egy kört. De mondjuk ennek 4 éve lehet, hogy azóta ezt már elszállították onnan a Kelet-Ukrajnába. Sajnos. Siklárnyéztünk is, maradjunk annyiba, hogy túléltük, majd ez is a Baki parádéban visszaköszön. És hát a legfrissebb élmény az a hőlék balonozás, ráadásul, hogy látják, ez a Szent Koronát ábrázolja ez a balon. Egy felvidéki vállalkozó építette, és olyan helyeken repteti, ahol a Szent Korona már járt a történelme során, mi Komáron felett repültünk vele. Az már nincs benne a filmben, amikor felvonókat használunk, vagy
terepjáróval közelítjük meg a hegygerincet, olyan helyeken, ahol mondjuk 20 vagy 25 kilométer is van a hegyláb és a következő látnivaló között. De persze ilyenkor is kiszállunk a kocsiból és fölveszünk képeket, mintha itt is gyalogolnánk, de ez nem mindig fedi a valóságot. Most folytatnánk azzal, hogy azért nem mindig egyszerű a forgatás. Hiába nézzük ki, hogy jó idő várható, a magas hegységekben ez nagyon gyakran megváltozik. Itt a Bucsács platóban az eső kapott el bennünket, vagy éppen ezen a képen havazással küzdünk. Ez a sárga eszköz a lábunkon, a hótap abban segít, hogy ne süppedjünk be, ugye szűnjük a hóba, vagy éppen itt hágóvas van a lábunkon, a jeges Firdnes hegyoldalakon ez nagy segítség. Van egy videónk is a magashegyi nehézségekről,